Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A mai este folyamán egy különleges dolgot fogok nektek bemutatni, ami nem is annyira különleges, mert mindenki ismeri, de én egy új felfogásban szeretném ezt elővezetni önöknek. Kezemben egy PDA látható, és erre a PDA-ra szeretnék rátölteni turista térképet egy saját csatos módszerrel, amit megosztanék most ezután önöknek is. Tehát, amit a kezemben látnak, ez egy PDA, ez alkalmas turista térkép fogadására, ez a készülék, nagyon szép kis készülék, GPS, ugye, beépített GPS-re rendelkezik. Ez szükséges is, hogy a túránkat úgy tudjuk bejárni, hogy minden kellemesen záruljon. Tehát első lépésben bemutatok egy turista térképet. Ez egy nagyon jó kis turista térkép, kitűnő felbontás, gyönyörű részletesség, és ennek a turista térképnek kell kiválasztani a napi szelvénye, amit szeretnék elhelyezni ezen a PDA-n. És itt a turista térképen megnézzük, mi a Börzsön beszélünk egyébként, mert ki nem tudom, ez a hétvégén, úgyhogy tudom, pakoljuk a dolgokat, és megnézzük azt a szelvényt, amit szeretnék látni ezen a PDA-n feltöltve. Tehát kijelöljük a térkép szelvényt, ami esetünkben ez hátványmaros lebegő is egy látszörnyéke. A térkép szelvényt, ha kijelöljük, gondosan, és nagyon ügyeljünk rá, hogy pontosan jelöljük a térkép szelvényt, amit rátöltünk erre a készülőkre, azért, hogy ne érjen minket csalódást túránk során, hogy a térkép szelvény nem azt tartalmazza, amit mi szeretnénk látni. Na most kérem szépen, a térkép szelvény többféle formátumban tudjuk elhelyezni ezen a PDA-n. Mi egy speciális formátumot használunk, aminek a feltöltése nagyon gyors és gazdaságos, és az adatvesztés minimális. Sőt, egyáltalán nem fog adatot veszteni. Ezt a térkép szelvényt, hát először letiszteljük, hogy tulajdonképpen a számítógépet használó emberek a cippelésnek mondanák. Én egy újszerű megoldást használok, egy ilyen bio cippelésben vagyunk most benne. Ami még nem annyira ismert, de javaslom mindenkinek, mert hiszen a hozzávaló eszközök bármelyik háztartásban könnyedén elérhető. A közvetítő folyadék az egy sima csapvíz is, hát különösebb elvárás ezzel nincsen. Ezt így szépen betesszük, és hát a fordulatszám az gyakorlatilag tetszőleges fordulatszámtól függetlenül. Megnézzük, hogy a térképünk mikor válik feltöltésre alkalmassá. Kicsit ránézünk, én úgy gondolom, hogy ez még... Kicsit ránézünk, vannak, térkép szelvények, amelyek ha lemaradnak, akkor sajnos az lesz, hogy óvatosan mindenki a kezével, nehogy aztán érzni, hogy is kerüljön a koncentrálni. Úgy, megnézzük. Itt látható, hogy az adatok finomsága igen nagyfokú. Igen nagyfokú adatfinomságot tudunk elérni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki el tudja dönteni magának a vizuális adatom, hogy ez megfelelő. Ez a térképtömörítés. Na most a letömörített térképet ezután tudjuk rátölteni a készülékünkre. És ez egy nagyon egyszerű megoldás, hiszen a gravitáció segítségével ezt a térkép adatbázist rá tudjuk tölteni a készülékre. A térkép feltöltése után szükségesé válhat útadatbázis elhelyezése a térképre feltöltött készülékünkre. Ebben az esetben én javasolnék egy track rátöltését, ráillesztését a készülékre. Íme, elkészült a track rátöltés, és nincs csapó. Gyönyörű szépen mehetünk túrázni. Csodálatos volt, köszönöm a lehetőséget.